Folytatjuk is műsorunkat, mégpedig azzal, hogy a Mátrában 2021-ben legutóbb darástámadásra hívták fel a figyelmet az Egererdő ZRT munkatársai, és bizony most 2024-ben is felhívták erre a figyelmet, annál is inkább, mert ezt az extrém meleget kifejezetten kedvelik, és bizony ilyen rovarokkal találkozni nem éppen kellemes. Itt van bennem a vonalban online az Egererdő ZRT kommunikációs és közjóléti munkatársa Vég Ilona. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért tartották fontosnak, hogy ezt a közleményt most is megjelentessék? Valóban így van, ez az extra meleget kedvelik ezek a rovarok? Így van, ebben a száraz meleg időben rendkívül jól fejlődnek a darazsak, kedvez az életfeltételeiknek, és nagy fészkeket tudnak építeni ilyenkor szerte a déli oldalakon az erdőkben, úgyhogy nagy számban tapasztalható a rovaroknak a jelenléte az erdőben, a Mátrában és a Bükkben is. És akkor itt most már említette, hogy hol fordulhat elő, tehát egészen konkrétan az erdős közegeket kedvelik? Így van, főként azokban az erdőkben építik meg a fészköket, amelyek benapozottak, amelyekben ez a szárazság, ez jól látható, tehát napos, meleg erdőkben, töltesekben szeretnek fészket építeni, így jellemzően a déli oldalakon, déli kitettségű erdőkben találhatóak nagyobb számban ezek a rovarok. Általában láthatóak, vagy csak hallhatóak a túrázók számára, hogy egy ilyen morajlás, döngicsélés, zümmögés hallható, vagy mégis mire figyeljenek azok, akik az erdőben járnak? Inkább a fülünkre kell hagyatkozni, tehát inkább a rovarzúgást kell felismernünk az erdőbe. Néha érdemes a túrázóknak megállni, odafigyelni az erdő zajára, és hogyha nagyobb rajokat észlelnek a fülükkel, tehát hallanak nagyobb rovarzúgást, akkor azt a pontot érdemes elkerülni. Hogyha már szemmel is láthatóak a rovarok, akkor már azért nagyobb a veszély, hogy meg fognak minket csípni. Természetesen én is láttam már lódarazsat, és nem meg, de ez nem azt jelenti, hogy érdemes a közelükbe férkőzni. Hát azt jelenti, hogy mondjuk valamilyen veszélyt érzékel, akár megzavarják, akár édes illatot éreznek, bármi, ami támadásra indítja őket? Így van, nem ismerjük konkrétan az életüket, meg a funkciójukat, hogy mitől kezdik el a csípést, viszont több tíz méterről is a fészek közelében már érezhetik veszélyesnek a helyzetet, és hiába mi nem támadó célzattal megyünk a fészek közelébe, akkor is ez támadásnak ítélheti, és jobb elkerülni. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogyha ezt érzékelik, akkor csapatos túr, rajos túr, és esetleg rátámadnak bárkire? Azt tudjuk elmondani, hogy ha egyetlen egy rovar megcsípi az embert, akkor olyan feromonokat bocsát ki, ami oda hívja a többi társát is, és akkor már tömeges csípés is lehet. Na most nyilván erre felhívjuk a túrázók figyelmét, hogy semmi esetre se közelítsék meg, és ha ilyet látnak, tapasztalnak, akkor ez a javaslat, hogy minél szélesebb körben azonnal kerüljék el. Igen, így van, minél szélesebb körben, minél körültekintőbben túrázzanak, kerüljék el azokat a kutpontokat, ahol érzékelik ezeket a rovarzúgásukat, vagy esetleg látnak fészket, tehát ezt mindenképpen kerüljék, akár úgy is, hogy rövidebb időre letérnek a turistaösvényről, de azért az erdőben beazonosítható helyen kell lenniük. Akkor beszéljünk már arról is, hogy ezek főként a földön fordulnak elő, vagy a fák lombjain, hogy kell ezt a fészket elképzelni? A fészkeket általában magasabb helyekre rakják a darazsak, mondjuk a fák lombjai között ideális nekik, de már előfordult az is, hogy a tuskókban találták meg a fészkelési helyet, tehát változatos. Jellemzően nagyon szeretik az odvasfákat, és kiodvasodik a tuskó is alkalmanként, így akár oda is berakhatják a fészküket. Ez ugye a jellemző időszak, ez az augusztusi meleg, illetve hát egyáltalán a nyári meleg. Meddig jellemző mondjuk a jelenlétük, egészen addig, amíg a hőmérséklet ilyen kedvező? Így van, tehát mondhatni fagyokig jelen vannak az erdőben, így még hogyha egy szép indián nyár lesz a Mátrában és a Bükkben, akkor egészen késő őszig számíthatunk a jelenlétükre. Hát sajnos beszélnünk kell arról is, hogy volt-e már idén erre precedens, hogy kaptak erről tájékoztatást, hogy a támadás megtörtént, vagy éppenséggel csak a veszélyről?
partnereinktől már több támadás híre érkezett. Igen, voltak rovarcsípések és más veszélyes helyzetek is az erdőben, de konkrétan hozzánk befutott érzékelések, vagy befutott jelzések még nem jöttek. Jó, akkor most már tényleg beszéljünk arról itt zárásképpen, hogy mit tegyen az, aki mégis ennek az áldozata lesz. Megcsípi. Hát először is érdemes úgy túrázni, hogy nem egyedül megyünk az erdőbe. Másodszorban pedig legyen nálunk mindig működő telefon, és a telefonunkon pedig a 112 segélyhívó számot hívjuk. Főleg akkor, hogyha allergiások vagyunk a darázscsípésre, hiszen nem elég az allergiagyógyszer, hanem már akkor konkrét orvosi ellátásra van szükségünk. Hát erre itt konkrétan ezt a javaslatot mondjuk, kedves nézőink, hogy egyedül, ha lehetséges, mégsem menjünk túrázni, telefon legyen nálunk, és esetlegesen, ha valaki például tényleg allergiás, az vigyen magával valamilyen ellenszérumot, tud valamit tenni, addig még a mentők kiérkeznek. Hát az allergiás gyógyszerét az vigye, illetve amit a saját orvosa felír, az vigye ilyen esetekre, de az a régi hagyomány szerinti tegyünk rá ecetet, vagy ígyunk rá kálciumot, ez a mostani orvoslás szerint ez nem elfogadott. És akkor beszéljünk arról, hogyha mégis kitör a pánik, és mondjuk ott van bele valaki, mit tehet addig, még kiérkezik a mentőcsapat? Mit tehet azzal az emberrel, akit ért ilyen támadás? Hát ha van nála víz, akkor a vizes borogatásod biztos, hogy segíteni fog, illetve próbálja meg minél olyan helyre vinni a sérültet, amely biztosan beazonosítható a segélytadó szervezetek számára. És akkor itt semmi esetre nincs arra lehetőség, hogy itt elkezdjünk hadonászni, meg kapálózni, mert az még nagyobb bajt okozhat, igaz? Ha mondjuk egy rajtámad. Igen, még nagyobb. Tehát minél távolabb menjünk a rajtól, vagy a fészektől, annál kisebb annak az esélye, hogy tömeges szúrást szerzünk. Persze ezek repülő lények, tehát van szárnyunk, bárhová elérhetnek, de minél kevésbé érzik a veszélyt, minél kevésbé érzik a közelségünket a fészekhez, annál kevésbé bennük a támadó hajlam. Köszönöm szépen, Ilona, hogy a rendelkezésünkre állt, és nem győzzük felhívni a figyelmet a fokozott óvatosságra. Bizony az erdő egy élővilág, ott vannak ezek az állatok, vigyázzanak fokozottan a kedves túrázók. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm, ez volt tehát a péntek esti Gyöngyös Ma, legközelebb jövő héten találkozunk majd. Szép hétvégét, szép hosszú hétvégét kívánok, és jó pihenést, viszontlátásra.